Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, az ő szavaival, aki azt mondja ma nekünk, békesség nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék hát a ti szívetek, se ne féljen. Fogadjuk szeretettel a kórusunknak az énekét. Nem beszélhetünk össze a kórussal, hiszen ők már hetek óta készülnek az adventi és karácsonyi alkalmakra. Én pedig csak tegnap este készültem a ma délutánra, és kerestem azt az igét, amelyből üzenetet adhatok át itt ma az adventi gyertyagyújtás alkalmából. Így aztán feleptébb csodálatos az, hogy Isten a Jelenések könyvének a harmadik részéből a 20. versét hozta elém, amelyet most felolvasok. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Szeretnék egy történetet megosztani a kedves testvérekkel, aminek az a címe, hogy nehogy kint maradjon az Úr Jézus. Egy sziléziai faluban szentestét ünnepeltek a templomban. Barátságosan világított a hold, és két karácsonyfáról áradt a fény. A gyermek énekkart két egymással szemben álló kórusra osztotta a kántor, és a karácsonyi angyali üzenetről szólt az ének. Békesség földön az embernek. Különös hangsúly került arra, hogy ahol az emberi szívek között békétlenség van, oda nincs karácsonyi bemenetele az Úr Jézusnak. Röviddel előtte a lelkész otthonában veszekedtek a gyerekek.
Az ige hirdetés közben egyszer csak csengő gyermekhang szólalt meg. Édesapa, már megbékéltem Johannával. Nehogy kint maradjon az Úr Jézus. A szavak, amelyeket a kislány gyermeki együgyűséggel kiáltott bele a templom csendjébe, meglepő váratlansággal nem maradtak hatás nélkül. Némelyek mosolyogtak a gyermek beszólásán, másoknak azonban könnyes lett a szemük, és a gyermek mondata visszhangzott bennük. Nehogy kint maradjon az Úr Jézus. Sokan mélyen magukba szálltak. A lelkész otthon karjába emelte a kislányt, és tudta, hogy a gyermek szavai milyen sokat jelentettek a templomban. Később tapasztalta csak meg a falu lelkésze, hogy ezen a karácsony estén mennyi ellenség lett jó baráttá a faluban. A gyermeki ajkak által vitte végbe az Úr, hogy igazi karácsonyt ünnepeltek abban a sziléziai faluban az emberek. Bent lakik-e szívedben az Úr Jézus, vagy pedig az ajtó előtt áll? Íme én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Azt hiszem, mostanában megszoktuk a bezárt, csukott ajtókat. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha az ártó szándékú tolvajok vagy rablók ellen védekeznénk így. De az elmúlt években egymás, illetve önmagunk előtt zártuk be az ajtókat. Nehogy véletlenül is betegséget vigyünk ide vagy oda. A gondunk az, hogy a csukott ajtókkal egy kicsit a szívünket is, vagy talán a kelleténél jobban a szívünket is bezártuk. A félelem és a féltés nem múlt el nyomtalanul. Itt maradt belőle némi bizonytalanság, bizalmatlanság, szorongás, esetleg elszigetelődés vagy bezárkózottság. Mi motivált ebben minket? Hát egyértelmű, a földi életünk féltése. Csak nehogy abba a hibába essünk, amelyre maga Jézus figyelmeztetett egykor mindannyiunkat. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Olvassuk a Lukács 9.24-ben. De Jézus azt is mondta, nyilván a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azonban azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Tehát amikor azt hallod ma, hogy Jézus az ajtód előtt áll és zörget, akkor tudnod kell, hogy az életet hozó Jézus kopogtat az ajtódon. Mit teszel? Pintér Béla az egyik gyermekekkel felvett énekében arról ír, hogy bizony nagyon nem mindegy, hogy kinek nyitod meg a szíved ajtaját. Nyilván nem mindegy, kinek nyitod meg a szíved ajtaját. De vajon megnyitod-e Jézus előtt? Jézus az ajtód előtt áll és zörget. Nyitott vagy zárt ajtókat talál nálad. Nyilván ő nem csak háztűznézőbe akar jönni, nem csak egyszeri vendégként karácsonykor vagy advent vasárnapokon. Úgy akar bejönni az ajtón, bemenni az ajtón, az életed ajtaján, hogy utána ott is marad. Bent marad, veled lakik. A szívedben van egy trón, Pintér Béla fogalmazza így egy másik énekben. Jézus szeretné elfoglalni az őt megillető helyet azon a trónon. Most, amikor zörget, behívod-e és leülteted-e őt oda? Mert ha átadod neki az irányítást az életed felett, mi is történik, akkor megmenti az életed. De ha nem bízol benne, ha bizalmatlan maradsz és csak kinézel rá a kis kukucskálón keresztül,
és az ajtód zárva marad vele szemben, akkor elveszíted az életed örökre. A bevezető történet lelki pásztora arról prédikált, hogy Jézus nem megy be oda, ahol az ember, illetve az emberi szívek között békétlenség van. Ma aktuális az üzenet úgy is, hogy aki megnyitja előtte a szívét, az békességet nyer. Mert Jézus az, aki békét hoz. Az ő békességét hozza, hiszen a születésekor is már így énekeltek az angyalok. Békesség földön az embernek. Ebben a békétlen világban nagy szükségünk van Jézus békességére. Jézus az ajtód előtt áll és zörget. Te mit válaszolsz neki? A zárt ajtó mögött félted tovább a megszokott kis életed, vagy kinyitod a szíved, megnyitod az életed ajtaját, hogy Jézus, mint életed ura, királya és megmentője, bejöjjön és nálad, veled legyen. Milyen érdekes ez a kép, amikor Jézus, illetve amit Jézus használ, nem csak bizonytalanul, félve, vagy visszafogottan kopogtat az ajtón, hanem zörget. Rázza az ajtót. Nem tudom, volt-e már valakinek olyan élménye, hogy valaki áll az ajtó előtt és rázza az ajtót. Nyilván olyankor szokták nagyon rázni az ajtót, hogyha élet-halál kérdéséről van szó. Gondolj csak bele. Amikor Jézus az ajtó előtt áll és zörget, rázza az ajtót, akkor bizony élet-halál kérdése forog kockán, mégpedig a te életed, a családod élete az, ami veszélyben van. Mert Jézus nélkül mind elveszünk. Mit is akarhat Jézus, amikor zörget? Nagyon egyszerű dolgot. Megmenteni minket. Megmenteni az életünket. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Mintha Jézus azt mondaná, hogy akivel együtt vagyok itt a földön, aki beenged engem az ő házába állandó jelleggel a földön, és ott lehetek vele, ott lakok vele, megosztja velem a hajlékát, az életét, azt én is beengedem az én házamba, a mennyek országában. Megosztom vele az én hajlékomat, az én életemet. Pintér Bélára többször hivatkoztam, az ő énekeire most megint csak egy tőle származó éneknek az idézetével zárom gondolataimat. Ez az ének így szól. Jézus lesz-e a király a szívedben? A döntés rajtad áll. Hát igen, vagy nem. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Megnyílik ez az ajtó, vagy zárva, csukva marad, ezt csak te tudod eldönteni. Ne feledd el, nagyon nem mindegy, hogy kinek nyitod meg a szíved ajtaját, de ha megmentőd előtt marad zárva, akkor elveszel örökre. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy viszonylagos békében élünk itt a bakony szívében. De Urunk, imádkozunk azért, hogy őrizd meg bennünket attól, hogy hamis békességet tápláljunk a szívünkben. Ne akarjunk úgy élni, hogy azt hisszük, az életünk a mi kezünkben van, és mi irányítani tudjuk azt. Ne gondoljuk azt, hogy nélküled élhetünk.
hogy nélküled igazi békességben élhetünk. Ahogyan a kórus énekelte ebben az adventi csendben, nyisd meg a mi fülünket, hadd kapcsoljunk ki tévét, rádiót, telefont, és hadd halljuk meg, ahogyan zörgetsz a szívünk ajtaján. És amikor ezt meghalljuk, és a hangodat felismerjük, akkor örömmel nyissunk neked ajtót, hogy betérve az életünk mindennapjaiba valódi békességgel tölts el mindnyájunkat. Urunk Istenünk, kérünk téged, a te békességedet hozd el minden szívébe itt a faluban. Hadd legyen ez a karácsony, amelyre készülünk mindannyiunk számára igazi békés, áldott ünnep. Amen. Mondjuk együtt a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Zárásként fogadjunk még egy éneket a kórusunktól.
és békés karácsonyt kívánunk ezúton is mindenkinek, és a szervezők szeretettel látnak mindenkit egy kis szeretett vendégségre. Isten áldjon mindannyiunkat, áldás békességet.